No, a 2 órás lábból 4,5-et, de az a helyzet, hogy a héten csak egyet csinálhatunk, ugye a hét közepén nem csinálhatunk. Úgyhogy egy héten vagy egy hosszabb bocskát, egy 3-4 órást, vagy egy héten 2 rövidebbet, 2-2 órást. No, de az a helyzet, hogy nem, mert így belé vagyunk melegedve a beszélgetésbe. Ja, nem akarom leállítani, mert olyan jó mennek a dumák, hogy és látom, évezik az emberek, és igény van rá, tehát még a vége felé is közel 200-an voltunk. Úgyhogy, ja, 2-3 óra, 4 óra, úgyis meleg volt kint, pihentem egyet, faltam, ugye megcsináltam a kaját. Úgyhogy, ja, ilyen is kell néha. Na, úgyhogy úgy csináljuk, ahogy jól esik. 2 óra, vagy 3, vagy 4. Ja, tudjátok, hogy nem vagyok. Kár is volt nekem erről filózzak, hogy most 2 órás lesz, vagy mennyi, mert tudhattam volna, nem tudom én itt programhoz kötni magam. Nyomjuk, amíg jól esik, és aztán utána befejezzük. Na, de közben utána mennyi, most már 7 óra, tehát mikor végeztünk 5 óra körül, 5 óra után egy kicsivel kijöttem, egy kicsit még takarítottam, itt bebújtam alá, és kefétem meg a drótkoronggal üttettem, már el is kezdett kopni a drótkorong. A vázat egy kicsit lepucoltam, hogy fessem le, nézzen jó ki. Nem tudtam minden egyes részt jól lepucolni, mert van, ahova nem fér oda, de olyan lesz, amilyen. Na, de közben levettem a dugót a tartályról, amit gyanítottam, az van, gyerekek. Nézek bel, és hát a slag le volt jőve. Ez a slag, amit ugye kicseréltem. És úgy látszik, nem szorítottam meg eléggé. Úgyhogy most visszateszem, és megszorítom ismét. És hogyha úgy se jó, akkor akkor mit tudom én, akkor veszek akkor veszek majd valami másfajta slagot. De azt hiszem, az a slag, ez a műanyag slag, ez olyan volt, lássátok itt, hogy van, nagyon rá van szorulva. Hát gondolom, az vékony megmelegítik se, hogy rá tapad, ahogy kihűli, összehúzódik, rá tapad, azért áll ilyen szorosan ott. Na, de mindegy, egyet próbálok még. Visszateszem, és jó, megszorítom a kolliért. Ezt kolliérnek hívjátok, egy bilincs. Úgyhogy, és ehhez nem kell kivegyem, bár vissza tudom tenni, és egy csavarúzóval benyúlok, és megszorítom minden kintről. Ez jó, mert ha nem le kéne szívassam a benzin, nem akarok benzinben nyúlkálni, mert minap addig nyúlkáltam, hogy mind kiszáradt a bőröm, és összerancosodott, olyan kellemetlen érzés út. Na jó, visszateszem, begyújtom, visszaállok oda a fatövbe, most levágtam a füvet, hogy legyek árnyékba, és akkor lefújom, ott van 2 spréfesték, rasztóleumos, ezt elfújom, és állok neki felfogatni a 2 gerendát. Úgy döntöttem, hogy hosszába teszem a 2 gerendát, és 10 láb hosszú, 8 láb széles ágyat csinálok. Legyen jó nagy métne. Úgyis nem teherbírásnak lesz, hanem volumnak, tehát értitek. És akkor neki lehet állni, ágyat építeni, és megnézni. Mielőtt az ágyat felépítem, a fékeket lebontom, és megnézem, hogy jó legyen. És azért is akarom úgy tenni, hogy előbb a 2 nagy gerendát ide, egy kicsit dobja fel itt, mert itt van a benzinbeöntő. És ha nem, akkor túl alul kerülne, hogyha csak így keresztbe tennék gerendát, akkor csak azt lepadolnám. De így ott lesz a... Ah, csak nem tudom, így el fog-e férni a slag itt a... Mit tudom én, na meglássuk, mindegy. Mikor odaérünk, akkor meglássuk. Oké. Okay. Ennyit akartam mondani.